Érkezzen az Est2 házigazdája, Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd. Induljon a Dal 2018 második válogatója. Te most hogy érzed most úgy, nagyon helyeden vagy, mert kívülről úgy fest, ha megengeded ezt a szolid kis véleményt? Nagyon szépen köszönöm, te is jól nézel ki van. Köszi, köszi. Sajnos a Szatíhúz így teljes mellszélességgel nem tudott megérkezni, mert ahhoz még plusz 3-4 kanapét kellett volna behozni. Napra pontosan évfordulót ünnepeltek. Ez így van. Az igazság, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk újra, és hogy együtt lehetünk. Hogy most rátok nézek, egy picit ilyen, hogy is mondjam, egy esküvő gondolata fogalmazódott meg a fejemben. Semmit nem akarnék erről tenni, de azért felmerül a kérdés, hogy beszéltetek már esetleg erről? Nem, még nem beszéltünk róla. Nem. Akkor bocsi az indítás. Nagyon boldogok vagyunk együtt, és szerettük volna a szép pillanatokra emlékezni, és igazából ez a dal is ezt szerettem volna megmutatni. Arról mesélj nekünk, hogy mi az, ami téged, és itt zárójelben megjegyzem, hogy hála Istennek visszahoz a dal színpadára, hiszen most már zsinórban harmadszorra vagy itt elő. Hát a jó dalok, meg hát ti. 10 évesen mit csinál az ember? Mit jelent az, hogy 10 évesen elkezdtünk zenélni? Hát 10 évesen hát a tanárnénikről írtunk szövegeket, szittuk őket a hátuk mögött, kaptam is érte jó sok beírást, és ilyesmik. Azt éreztem, hogy mindenkin egy ilyen felszabadultság vett erőt, és mindenki jól érezte magát, de akkor hát kezdjük is, Odett. Te azt mondtad, hogy a nagymamád nézi a tévét, vagy mit is kezdtél el mondani? Igazából az a lényeg, mert a nagymamám egyébként valószínűleg néz, és innen puszilom meg a nagypapámat is, ha már itt tartunk, egymás mellett ülnek. Szóval a lényeg, hogy nagyon jól érzem magam, és a végén az EVS-re én is üvöltöttem volna, hogy viszlát nyert, de most nem kezdek így bele, ha nem bánod. Nem, viszont legközelebb lehet, hogy lesz rá lehetőséged, de nem tudom, hogy tervezed-e. 3, 2, 1. A szavazás lezárult. Ebben a pillanatban lezártuk. Nézői szavazatok alapján 6. csatlakozhat az elődöntős mezőnyhöz. A Szatíhúz! Srácok, nagyon gratulálunk! Köszönjük szépen, jövő héten is várjuk Önöket 20 óra 30 perctől itt a Duna Televízióban, akkor is Dal 2018. Szép estét Önöknek! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak! Jó éjszakát!